köszöntöm kedves nézőinket, december 17-e hétfő este van, a Bajai Televízió híradója kezdődik. Bajáért tevékenykednek. A hagyományoknak megfelelően a hétvégén az ünnepi testületi ülésen átadták a kitüntető címeket a Városháza dísztermében. Fellobbant az öröm lángja. Vasárnap meggyújtották a harmadik gyertyát is a városi adventi koszorún. Egyensúlyoztak, ugrottak és átfordultak. Mintegy 60 gyermek nevezett az idei Mikulás Kupa torna versenyre. A hétvégén tartották az ünnepi testületi ülést a polgármesteri hivatalban Baja Várossá nyilvánításának 322. évfordulója alkalmából. A városi elismerő díjak mellett szombaton adták át a 2018-as év díszpolgári címeit is, amelyet az idén Mohainé Katanics Márjának és dr. Bábel Balázsnak ítélt oda a testület. Fercsák Róbert polgármester pedig a jövő év jelmondatát is bejelentette ezen a napon. Ha nincs kolbászapadláson, nem ér semmit a karácsony. A Bajai Általános, Közép- és Művészeti Iskolák tanulói látványos műsorral kedveskedtek az ünnepi testületi ülés vendégeinek. Fercsák Róbert polgármester összegezte az év legfontosabb eseményeit, így a fejlesztéseket és a programokat is. Azon dolgozunk, hogy Baja biztonságos, élhető, kényelmes és sikeres város legyen. A sikerhez, az eredményekhez elengedhetetlen a tervezés, az értékelés és a számvetés. Büszkén mondhatom, hogy az egy évvel ezelőtt kitűzött céljaink közül a legtöbb megvalósult, illetve folyamatban van. 2018 utolsó ülésén a bajaiakért sokat tevő emberek munkáját köszönte meg a városvezetés. Minden területen két elismerést oszthat ki évente a testület. A polgárőrök munkájának elismeréseként az idén a Bajai Egyesület vezetője vehette át a Baja közbiztonságáért díjat. Teljesen modernizálódtunk szinte. Ugye a megalakulása a polgárőrségnek, mint mindenütt, az akkori kornak a feladataira volt kiélezve, és ugye ez, hogy változik, ezt folyamatosan követni kell. Na most ezt próbáljuk is követni, és ez nem lehet pár szóban elmondani, nagyon-nagyon sok minden történik körülöttünk, és fog is történni, rajta vagyunk. A Baja Városért elismerésből minden évben legfeljebb hárman részesülhetnek. Az idén dr. Novics György örökös halfőző bajnok és Varga György világbajnok versenyhorgász mellett Ligeti László vehette át a díjat. A fotóművész 1970 óta tagja a Bajai Duna Fotóklubnak. Nagyon szeretem ezt csinálni, szeretem ezt a várost, a környékét, szeretem az itt élő embereket, nagyon jó témaként szolgálnak. Én elég sok helyen jártam már az országban is, meg külföldön is, és valahogy mindig az az érzésem, hogy ez itt a fotós paradicsom. Tehát Baja az egy nagyon jó fotózható hely minden tekintetben. A bajai születésű néhai karnagynak, Mohainé Katanics Márjának kiváló kórusvezetői és zenepedagógusi munkásságáért posztumusz díszpolgári címet adományozott a testület. Az elismerést a kórusvezető fiai vették át. A 2018-as év másik díszpolgári címét pedig dr. Bábel Balázs érsek vehette át a keresztény nemzettudat alakításában betöltött meghatározó szerepéért. Ez nem egy embernek szóló, hanem annak a közösségnek, amelyiknek éppen most pillanatnyilag reprezentása vagyok. Tehát munkatársaimra is gondolok, és mindazon emberekre, akikkel én együtt élek, hiszen egy-egy ilyen kitüntetés sok szál hálójába van függesztve, és visszamegy egészen a múltra, nem csak úgy egyéni életemben, hanem talán még az emberi életben is. Még egyszer köszönöm, és Bajának kívánom, hogy ne csak élhető, hanem egy virágzó város is legyen. Az ünnepségen kihirdették a 2019-es év jelmondatát is, ami a fiatalok éve lesz. A díjazottak teljes névsorát és a méltatásokat a baja.hu oldalon olvashatják, az ünnepi képviselőtestületi ülést pedig december 24-én hétfőn este 6 órától nézhetik vissza a Bajai Televízió műsorán. Ünnepi véradásra buzdít a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. A szervezetek a biztonságos hazai vérkészlet fenntartása érdekében karácsony előtt, valamint az ünnepek között is folyamatosan várják a véradókat, hogy az adventi időszakban is pótolni tudják a hiányzó vérkészleteket. Idén az ünnepek alatt egy 5 és egy 4 napos hosszú hétvége követi egymást. Tekintettel az egyes vérkészítmények rövid tárolási idejére, ahhoz, hogy ezekben a napokban is maradéktalanul biztosítani tudják a szükséges
és vérkészítményeket, fontos, hogy az ünnepek idején minél többen segítsék véradással a betegellátást. Baján december 21-én, valamint 28-án pénteken várják a véradókat 8-tól 14 óráig a Bajai Szent Rókus Kórház diagnosztikai épületének második emeletén. A szervezők ebben az időszakban egy kis meglepetéssel is megajándékozzák a véradókat. Vasárnap a harmadik gyertyát gyújtották meg a város adventi koszorúján. Ezüst vasárnap is együtt ünnepelhettek a bajaiak a Szent Háromság téren. A műsorban ezúttal a Szeremlei Református Egyházközség énekesei vettek részt, adventi gondolatait pedig Varga György református lelkész mondta el. Áldom az Urat még életén, új dal a szín előtt. Az ezüst vasárnapi műsort a Szeremlei Református Daloskör kezdte, akik az örömhöz kötődő énekekkel készültek erre az alkalomra. A harmadik, azaz az öröm vasárnapján Varga György Szeremlei Református lelkész osztotta meg gondolatait az egybegyűltekkel. Kiemelte, a bűnbánat gyertyái közé azért kerülhetett az öröm gyertyája, mivel az igaz, hogy csak bűneinket megbánva készülhetünk fel a karácsonyra, azonban csak az öröm teheti meghitté az ünnepet. Mindenféleképp azt üzenem nekik, hogy tudjanak örülni. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert nagyon sok kihívást hoz a karácsonyra való készülődés, de ha van idő a megállásra, az elcsöndesedésre, a lélek ablakának megnyitására, akkor bizonyos vagyok afelől, hogy az öröm is megélhető lesz. Az óriás koszorú harmadik rózsaszín gyertyáját Kálmánné dr. Bari Bernadett gyújtotta meg, akinek egy kis segítsége is akadt a műveletben. Én a karácsonyi készülődésben azt tartom a legfontosabbnak, hogy ebben a mai rohanó világban próbáljunk egy kicsit elcsendesedni, egy kicsit egymásra, egy kicsit a családra figyelni, és ne az legyen a legfontosabb, hogy minél több ajándék kerüljön a fa alá, hanem az, hogy a szeretteinkkel töltsünk minőségi, hasznos időt. A szervezők ezen a napon is teával és forralt borral várták a résztvevőket. A karácsonyi készülődés pedig ezen a héten tovább folytatódik. December 23-án fellobban a negyedik, a szeretetet szimbolizáló gyertyalángja. Ezt követően a betlehemi szeretetlángot is átadják a térség polgármestereinek. Az adventi gondolatokat akkor Schindler Mátyás, római katolikus plébános tolmácsolja majd. A Simply the Brass Quintet pedig egy különleges karácsonyi műsorral készül erre az alkalomra. Közel 200 gyermek veheti ingyenesen igénybe hamarosan az egyik bajai játszóház nyújtotta szolgáltatásokat. A tulajdonosok immár második alkalommal hirdettek adománygyűjtő akciót, így azok a családok is ellátogathatnak hozzájuk, akik anyagi helyzetük miatt egyébként ezt nem tehetnék meg. A sportpercek előtt jövünk a részletekkel. Hétvégén tartotta meg hagyományos évbúcsúztató estjét a Bajai Csillagvizsgáló Intézet. A rendezvényen az ünneplés és a kikapcsolódás mellett beszámoltak a szerb-magyar együttműködésben megvalósuló nagyszabású projektről is. Ezen kívül az est jó alkalmat adott a Magyar Csillagászati Egyesület bácskai helyi csoportjának találkozójára is. A Bajai Obszervatórium évzáró estjén az intézet munkatársai és az együttműködő hazai és külföldi partnerek, cégek, egyesületek és magánszemélyek, valamint az amatőr csillagászok vettek részt. A jelenlévőket a város alpolgármestere köszöntötte. Vedelek Norbert több más mellett azt mondta, az idei év egyik sikere a határon túliakkal való együttműködés. Ahogy a naptáromat felnyitottam, éppen ez a harmadik olyan jellegű dolog, ahol szerb-magyar együttműködésből megvalósuló pozitív történésről számolhatunk be. Jelen IPA pályázatnak a gazdája a két megye, Bács-Kiskun megye és Vajdaság tartomány, viszont a kedvezményezettje ennek a történetnek a Bajai Obszervatórium lesz. Erről a márciusban elindult projektről számolt be az intézet igazgatója, dr. Hegedűs Tibor. Ez 500 000 eurós összegű, ugye ennek fele jut Bajára, ebből intézzük a bajai fejlesztéseket, a kis planetáriumot és az Illancsi csillagvizsgálót, a másik fele az Újvidéki Egyetemé, ezen fölül egy 5 milliós olimpiai fölkészítési támogatást kaptunk idén, illetve hát a Városi Önkormányzattól a működésre 400 000 forint. Ebből gazdálkodtunk idén. Az igazgató emellett elmondta, az idén 3 nemzetközi szakmai konferencián jártak. Az egyik munkatársuk, dr. Borkovics Tamás megkapta a nagy doktori címet,
egyetemet, sikeresen szerepeltek a Nemzetközi Diákolimpián, és működik az utánpótlás csoportjuk, vagyis sikeres évet zártak. A rendezvényen előadást tartott a projekt SZER partnere, az Újvidéki Egyetem oktatója. Mint mondta, már régi az együttműködés a bajaiakkal. Ennek a következménye, hogy most ennek a határon átnyúló pályázatnak vagyunk a megvalósítói. Ennek az a célja, hogy csökkentse a fényszennyezettség mértékét az adott területen, és növelje a megfigyelhető csillagászati jelenségekkel kapcsolatos turizmust a bácskai régióban. A Bajai Intézet az egyik legfőbb déli erőssége a magyarországi csillagászatnak. Például két épületük is van, amit jóval nagyobb városok sem mondhatnak el magukról, mondta a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára. Ez egy nagyon jelentős dolog. Ugye van egy kutatóintézet, ami különféle kalandos pályafutás során megmaradt, fejlődik, nagyon szépen alkalmazkodik a korszerű jelenlegi kutatási trendekhez. Az esten a bronzkori fény szimbólumokról tartott előadás dr. Pásztor Emília régész, valamint bemutatták a magas légköri ballonról készült kisfilmet és a hazánkban megrendezendő jövő évi diákolimpiáról készült ismertető filmet is. Összesen 17 000 család jogosult a gyermekek otthongondozási díjára, mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn. Novák Katalin elmondta, a juttatás havi bruttó 100 000 forint lesz, és a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. Az országgyűlés arról is döntött, hogy a jövő év elejétől 15%-kal, 2022-ig pedig 4 lépcsőben összesen 30%-kal emelkedik a hozzátartozó otthongondozása esetén folyósítható ápolási díj összege. Ha több ápolásra szoruló gyermek él egy családban, a szülő az alapdíj másfélszeresét veheti igénybe. A gyod mellett lehetséges a testvér után járó egyéb családtámogatások folyósítása is. Közel 200 gyermek veheti ingyenesen igénybe, az egyik bajai játszóház nyújtotta szolgáltatásokat. A tulajdonosok immár második alkalommal hirdették meg az adománygyűjtő akciót azzal a céllal, hogy azok a családok is ellátogathassanak a központba, akik anyagi helyzetük miatt egyébként ezt nem tehetnék meg. Az összegyűjtött belépő jegyeket ezúttal is a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat juttatja el a rászoruló gyermekeknek. Halmokban állnak a felajánlott belépőjegyek ebben a bajai játszóházban. A vállalkozás vezetői a tavalyi év sikerét látva idén novemberben ismét meghirdették adománygyűjtő akciójukat, amely során a játszóház vendégei hátrányos helyzetű családok számára válthattak jegyeket. Úgy gondoltuk, hogy idén is szeretnénk ezt az akciót folytatni, és szeretnénk egy hagyományt teremteni. Idén is sikerült 195 darab jegyet összegyűjteni. A jegyek között vannak családi jegyek, tehát 2 gyerekkel, 3 gyerekkel is el tudnak jönni, baba jegyek, 1 óra időtartamra szóló jegyek, illetve napi jegyek, amik egész napra vonatkoznak. Amint egy 200 belépőt ezúttal is a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közbenjárásával juttatják el a rászorulóknak. Bakos Judit, a szervezet szakmai vezetője kiemelte, nagy örömükre szolgál az akció. Az adományoknak köszönhetően ugyanis olyan családok is eljuthatnak a játszóházba, akiknek anyagi helyzetük miatt erre egyébként nem lenne lehetőségük. Nagyon nagy jelentőséggel bír számunkra, és nagyon megható is a kezdeményezés is, és az, hogy ennyien adakoztak. Tehát, hogy ennyi, ezáltal nagyon sok gyermeknek tudnak önfelett játék élményt biztosítani, örömet, felszabadultságot, azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen ajándék és lehetőség ez. Bajaváros önkormányzata ezúttal is támogatta a kezdeményezést. Csubákné Besesek Andrea rámutatott, az ünnepek idején még nagyobb szükség van a rászorulók támogatására. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív kezdeményezés, sokan adtak a karácsonyhoz hozzá, hiszen az, hogy adhatunk, az mindenkinek jó, maga az adás is. Én tudom, hogy a cipősdobozoknál is a gyerekek is részt vettek, és sok gyerek lelkesen készítette a cipősdobozokat. Ezeket fogják megkapni a héten a rászoruló családok. A Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai a napokban szétválogatják a belépőjegyeket. Ezt követően pedig átadják a városban és a környéken élő rászoruló családoknak.
bajai sikerekkel zárult a Kínában megrendezett rövid pályás úszóvilágbajnokság. Hosszú Katinka magabiztosan győzött a 200 méteres vegyes úszás döntőjében, így ebben a számban immáron 6 éve verhetetlennek bizonyul. A bajaiak háromszoros olimpiai bajnoka 4 arannyal és 1 ezüsttel zárta a világbajnokságot. A másik bajai induló Kalmár Ákos volt, aki az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében volt érdekelt. Pas Ferenc tanítványa az előfutamban 7 másodpercet javított egyéni legjobbján, és a 7. idővel jutott be a fináléba. Ezt az eredményt sikerült is megismételnie, hiszen a 7. helyen csapott a célba. A világbajnokság után pedig újabb jó hír érkezett. A Fina ugyanis Hosszú Katinkát választotta meg a 2018-as esztendő legjobb női úszójának. Rangadót nyert hazai pályán a Bajai Bácska FKE B csoportos férfi kosárlabda csapata. A bajaiak 94-87-re győztek a Salgó-Tarján ellen, így továbbra is a zöld csoport második helyén állnak. Cservék Csaba együttese pénteken a listavezető Hódmezővásárhelyi gárdáját látja vendégül az MNAMK sportcsarnokában. Mikulás Kupa néven tornaversenyt rendeztek az elmúlt héten Baján. A Bajai Ötvös József Általános Iskola sportcsarnokában a város többi intézményéből, sőt még vidékről is érkeztek tanulók, hogy számot adjanak tudásukról. A jó hangulatú versenyen több szeren is bizonyíthattak a fiatalok. Az elmúlt években meredeken ívelt felfelé a tornasport népszerűsége Baján, ami nagyban köszönhető a lelkes és hozzáértő edzők munkájának. A hétközi edzéseket egyre több gyermek látogatja, akik már megyei és országos versenyeken is indultak és értek el szép eredményeket. A Mikulás Kupa egyfajta lezárása az évnek, itt nem az eredményen és a helyezéseken, hanem a bemutatkozáson és a jó hangulaton van a fő hangsúly. A gerendaugráson voltunk most szekrényugráson vagyunk. Szerintem elég erős a csapatunk, úgyhogy meg még van a talaj, és az is sikeres lesz. A gyerekek több szeren is számot adhattak tudásukról, gerendán, szekrényen és talajon is bemutathatták gyakorlataikat. Persze mindenkinek megvan a maga kedvence. A talajnál ilyen cigánykerekeket kell csinálni, a gerendánál olyan gerenda gyakorlatot, hogy ilyen mérlegállásokat a felsősöknek, akkor, és az ugrásnál pedig ilyen nekifutásokban szekrényre rá kell ugorni, és utána a végén le kell ugrani. Elmondani egyszerű, megvalósítani azonban közel sem az. Az elmúlt évek munkájának köszönhetően színvonalas gyakorlatokat láthatott az igen szép számú közönség. Én azt gondolom, hogy már azzal, hogy kevertük a csapatokat, ez azt jelenti, hogy az összetételben van heterogenitás, vagyis a kezdők, a haladók és a versenyzők most egy csapatban tornásznak együtt. Tehát itt nem is a verseny kimenetele, mint elért eredmény lesz majd ugye a lényeg, hanem az, hogy a gyerekek megélhessék azt, hogy akikkel egyébként nem nagyon tornázhatnának együtt, vagy esetleg vannak olyanok, akik versenyekre nem jutnak el, azok most együtt tornázzanak. A téli szünetet követően tovább folytatódik a munka, hiszen januárban már a Diákolimpián kell versenyezniük a bajai és környékbeli tornászoknak. Ott pedig már tényleg fontos pontokra megy majd a gyakorlat. Sporthíreink után egy rövid összefoglaló fontosabb híreinkből. Bajáért tevékenykednek. A hagyományoknak megfelelően a hétvégén az ünnepi testületi ülésen átadták a kitüntető címeket a Városháza dísztermében. Fellobbant az öröm lángja. Vasárnap meggyújtották a harmadik gyertyát is a városi adventi koszorún. Egyensúlyoztak, ugrottak és átfordultak. Mintegy 60 gyermek nevezett az idei Mikulás Kupa torna versenyre. Kedves nézőink, hétfő esti híradónkat láthatnánk itt a Bajai Televízióban. Holnap este 6 órakor Füzesi Nóra várja majd Önöket egy friss összeállítással. Mi még elmondjuk az időjárás jelentést és a vízállás jelentés adatait is elolvashatják a képernyőn. Én a műsort készítő kollégák nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Az ország nagyobb részén változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, de helyenként tartósan megmaradhat a köd. Késő délutántól a ködös területek nagysága fokozatosan növekszik. Az északi szél keleten, északkeleten helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -8 fok között várható, de a derült, szélvédett helyeken -10 fok alatti értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire -1 és +5 fok között valószínű, de a tartósan borult, ködös vidékeken ennél hidegebb is lehet.